Kiszebábot is égettek, a szimovissok is elűzik a telet, átadták a kunhegyesi bölcsődét karcagi gyermekágyak adományba. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 8-án 18 óra 5 perckor. Télűző farsangi felvonulást tartottak Karcagon. A vidám városi télbúcsúztatón a gyerekek jelmezbe öltöztek és trombitákkal, kereplőkkel az iskolától a városházáig vonultak. Hát igazán ez egy magyar hagyomány, ez a kiszebáb égítés, de ez a felvonulás meg ilyesmi más országokból is hoztunk. Már néhány évvel ezelőtt is már itt Karcagon hagyományjá vált ezt a felvonulás és ezt a vidámságot, amit próbáltunk hozni is. Ezért gondolok, hogy magyar hagyomány is, meg máshonnan is származik. Nekünk ez ilyen közösítő program is, hogy minden osztály választanak, hogy milyen fajta jelmez legyen mindenkinek is, és akkor közösen választanak a jelmezt is, közösen oltóznak is. És ezért ilyen csoportki, vagy közösségi program is lehet mondani. A karcagi Szent Pál Marista általános iskola diákjai és tanárai télűző farsangi felvonulást tartottak még pénteken. A Mária iskola testvérek szerzetes rendnek Madridban, tehát Spanyolországban is van egy központja, és Spanyolországban évről évre megrendezik ezt a farsangi felvonulást, ezt a maszkos, jelmezes kavalkádot, pontosan azért valóban, hogy elűzzék a telet. És valahol az összefogást is, és a vidámságot, a szeretetet is hirdeti ez a felvonulás. Az, hogy szeressük egymást, toleráljuk egymást, elfogadjuk egymást, talán ezt is jelképezi számunkra is, és külföldön is, tehát Spanyolországban is. Onnan kaptuk a szerzetes testvérek által ezt a hagyományt, és nagyon örülünk neki, mert úgy gondoljuk, hogy ezt meg is kell tartani. Karcag városnak is fontos szerintem egy ilyen alkalommal, hogy mindenki ugyanazért mozdul meg. 12. éve tart nálunk, mióta a Marista szerzetes testvérek átvették az intézményünket, azóta minden évben megrendezésre kerül a farsangi felvonulásunk, hogy egy picit bevonjuk az iskolánk életébe a város összes lakosát, gyermekét, idősebbjét, fiatalját, illetve meg szeretnénk mutatni azt, hogy mire vagyunk képesek. A gyerekeink régóta készítik, van, aki nagyobb tanári segítséggel, van osztályok, aki kisebb segítséggel készítik a jelmezeket. Először mindig avval kezdődik, hogy kitalálják, mik legyenek, hogy mégis színesítsük folyamatosan, minden évben más jelmezeink is jelennek meg, el is rakjuk a régieket, használjuk őket, de nagyon kreatív ötletekkel tudnak előállni a gyerekek, aztán fő a pedagógusok feje, hogy hogyan valósítsuk meg azokat, de minden évben sikerül közösen, még a szülők is kapcsolódnak hozzánk elkészíteni a jelmezeket. Aztán a vonulásnál már látjuk azt, hogy nagyon színesre sikeredett, hál' Istennek, és így egy kicsit magunkra tudjuk még azok figyelmét is vonni, akik esetleg nem akartak hozzánk csatlakozni. Igazából már évelején elkezdünk róla beszélni, mikor szeretnénk megvalósítani, ugye a farsang farkát szeretnénk elcsípni ilyenkor, hogy valóban a telet tudjuk elűzni, és már a csodaszép időnk lett, nagyon örültünk neki, hogy a Jóisten velünk van, támogat bennünket, és jó idő lett, hisz tegnap megijedtünk egy picit, hogy vajon meg tudjuk-e tartani a felvonulást. Nagyon örültünk, hogy az idén polgármester úr is aktívan kapcsolódott hozzánk, a gyerekek fölmentek érte, bepillantást nyerhettek a polgármesteri irodába, nagyon élvezték, énekeltek a polgármester úrnak, meg zenéltünk egy kicsit, és örülünk, hogy ő gyújtotta meg végül is a bábunkat is, és elűztük valóban, reméljük, a telet. A városházán Szepesi Tibor polgármester is köszöntötte őket. Kezdjük ott, hogy reggel még nagyon hideg volt, és nem sütött a nap. Amikor elkezdtek indulni, és messziről lehetett hallani, hogy jönnek a dobolást, a ritmusokat, az éneklést, akkor szép fokozatosan kisütött a nap, és mire ideértünk a múzeumparkba, ahol a báb is elégetésre került, addigra gyönyörűen süt a nap, úgyhogy szerintem ők hozták magukkal a tavaszt. Mindenképpen egy újfajta kezdeményezés, amelyet meghonosítottak itt Karcagon a Szent Pál Marista általános iskola pedagógusai, diákjai. Én azt gondolom, hogy igen, szükség van rá, hiszen ahogy itt a hátunk mögött is hallatszik, a gyerekek jól érzik magukat. Egy nagyon jó program, nem csak nekik, hanem a kilátogatóknak, az összes többi ideérkező diáknak, óvodásnak, úgyhogy mindenképpen folytatni kell, és hát gratulálok ehhez a szép kezdeményezéshez. Majd a több száz gyermek a múzeumparkba vonult át, ahol a tél előzésére elégették a kiszebábot, és közben rigmusokat mondtak a maristások és a város óvodásai, iskolásai.
A Madarász Imre Egyesített Óvoda Szim óvodásainak vidám télűző farsangi felvonulása a kisföldek között. Szabóni Szentesi Mária tagóvoda vezető elmondta, 3 éve indították el ezt a farsangi sétát az óvodától a kosárpályáig. Nem olyan régen szerveztük meg az első ilyen farsangi felvonulásunkat, hiszen nekünk a város messze van, tehát nem tudunk bemenni a városi felvonulásra, ezért találtuk ki a nevelőközösségemmel közösen 3 évvel ezelőtt, hogy csinálunk magunknak egy ilyen farsangi télűző felvonulást. Tavaly sajnos nem sikerült a járványügyi helyzet miatt ezt megvalósítani, az idén viszont az időjárás is kedvezett nekünk. Egyet sajnálok, hogy az iskolások, akik csatlakoztak hozzánk a felvonuláshoz az óvoda kapujától kezdve, sajnos az iskola kapujába elköszöntek, hiszen nekik kötelezettségeik is vannak. Így aztán csak az ovisokkal sikerült elűzni a telet, bízom benne, hogy valóban el is űztük, hiszen csodálatosan süt a nap, nagyon várja minden kis óvodásunk már a jó időt. Tavaly a pandémia miatt elmaradt a farsangi télűző felvonulás, amelyet most a szülők, nagyszülők is nagyon vártak, hiszen végig kísérhették a gyerekeket az útvonalon. Ennek is nagyon örülünk, és reméljük máskor is csatlakoznak hozzánk, hiszen most nem tudtuk beengedni őket az óvoda falai közé, hogy megnézzék a kisunokát, a gyerkőcöt, hogy milyen ügyes, milyen szép jelmezeket öltöttek délelőtt, hiszen az egész délelőtt a farsangi mulatságról szólt, amíg el nem indult a felvonulásunk. Így adtunk lehetőséget szülőknek, nagyszülőknek, nagytesóknak, kistesóknak, akik tudtak csatlakozni hozzánk, hogy itt a szabadban ők is részesei lehettek ennek a programunknak. Délelőtt zárt körű, szülők nélküli farsangot tartottak az óvodai csoportokban, ahol az óvoda pedagógusok dajkák is jelmezbe öltöztek. A kicsik ötletes jelmezeit az anyukák készítették. Nagyon köszönöm a szülőknek, hiszen csodálatos jelmezbe bújtatták a gyermekeiket. Mindenféle jelmez volt, a tigristől, a szupermenig, a horgászig. Itt a gyerekek a saját kívánságaik szerint öltözhetnek fel. Nagyon szeretik ezt az ünnepséget, hiszen hosszú hónapokon, heteken át beszédtéma ez különösen a nagycsoportosok körében, akiknek már emlékeik is vannak erről az ünnepségről, hogy ki milyen jelmezt fog fölvenni. És természetesen ezen a napon a dolgozóink sem a megszokott ruhában, frizurával jelennek meg, hiszen mi is szeretnénk vidámabbá tenni ezt a napot a gyerekek számára. Ennek a farsangi mulatságnak volt része a télűző séta, amelynek egy részébe a kiskulcsosi iskola néhány osztálya is bekapcsolódott. A kosárpályára érve az obisok mondókákkal űzték el a telet és hívták a tavaszt. A séta végén az ebéd mellé finom farsangi fánkot is kaptak a gyerekek. Átadták a Kunhegyesi bölcsődét, új csoportszobával és kiszolgáló helyiségekkel bővült az intézmény. Mintegy 200 millió forintból újult meg és korszerűsödött a város patinás épülete. Kunhegyes város bízik a jövőjében. Bízik abban, hogy van jövője az Alföld közepén ennek a régi és tradicionális településnek, hiszen nagyon sokat költ az iskolára, az óvodára és itt a bölcsődére is. Fontos az, hogy egy település, hogyha építkezni akar, hogyha fejlődni akar, akkor gondoskodni kell azokról a gyermekekről, akiknek a szülei dolgoznak, de még olyan kicsik, hogy nem lehet óvodába vagy iskolába járniuk. Egyre többen jelentkeznek bölcsődébe, hiszen egyre több szülő tud visszamenni, egyre több anyuka tud visszamenni a munkavilágába, és ez nagyon jó, mert mutatja, hogy fejlődik a gazdaság, egyre több munkaerőre van igény, és egyre több család tudja megoldani azt, hogy mindkét szülő dolgozik, és a gyerekeknek biztonságos és szép ellátást tud biztosítani ez a Kunhegyesi bölcsőde. Új csoportszobával és kiszolgáló helységekkel bűvült az intézmény. Ebbe a bölcsődébe, ami most elkészült, 400 négyzetméteren fogják a gyerekek magukat jól érezni. A 400 négyzetméterből 200 négyzetméteres rész, ami teljesen új, a másik része pedig felújított. Ebben a bölcsődében jelen pillanatban majd, amikor megindulunk, 34 kisgyermeknek tudunk a napi gondozásában, fejlesztésében segíteni. Segíteni a szülőket, hogy ők el tudjanak menni dolgozni, és a városunk is ezzel gazdagodjon. A bölcsődés gyermekeink a bölcsődében 3 bölcsődei csoportban tartózkodhatnak, 6
gondozónénivel, kisgyermeknevelővel, óvodai, bölcsődei Dajkával fognak majd dolgozni, amikor már be tudunk indulni. A beruházás során új eszközöket is beszereztek, és sor került az udvar rendezésére, új játékok telepítésére is. Mindenki ott és úgy segít, ahol és ahogy tud. Karcag városa 250 gyermekágyat adományozott a keleti határon megjelenő háborús menekültek ellátására. Az adományt két önkéntes fuvarozó térítésmentesen vitte a keleti ország részbe. Több százezren menekültek már el Ukrajnából. Magyarország keleti határára is tízezrével érkeznek. Elhelyezésük, ellátásuk a határmenti településekre hatalmas feladatot ró. Az ország minden egyes részéből érkeznek adományok. Mindenki küldi, amit tud. Karcag kiságyakkal segíti az otthontalanná vált kicsik elhelyezését. Természetesen sokféleképpen, mint ahogy a legtöbb magyarországi önkormányzat segítséget próbál nyújtani az Ukrajnából érkező menekülteknek, minden menekültnek, nem csak a kárpátaljai magyaroknak, hanem mindenki, aki a háborús övezetből érkezik. Nagyon sokat tesznek a határmenti önkormányzatok azért, hogy úgy tudják fogadni őket, és a megfelelő ellátást tudják biztosítani. Ezért elsősorban számukra, az önkormányzatok számára, hogy tovább tudják adni azokat az adományokat, gyűjtünk ruhaneműt és tartós élelmiszert, illetve ásványvizet, hiszen azt mondták egyeztetések során, hogy az, ami nagyon fontos. Ettől függetlenül természetesen a gyors ellátásukat is szeretnénk biztosítani, amely megfelelő fekvőhelyet jelent elsősorban, úgyhogy itt a hátam mögött látható leselejtezett óvodai ágyakkal próbáljuk segíteni azokat az önkormányzatokat egy civil kezdeményezésen keresztül, akik erre igényt tartanak, és akik erre rászorulnak. A kezdeményezés Veszprém megyéből indult. Ehhez csatlakozott a karcagi óvoda is. Civil kezdeményezések is indultak az ottani a határon átkelő gyermekek, családok megsegítésére, így egy Veszprém megyei hölgy keresett óvodai fektetőágyakat a menekült gyermekek számára, és az óvodai intézményünkben az elmúlt években szerencsére olyan helyzetben voltunk, hogy a ágyainkat le tudtuk cserélni modern, könnyű, pillekönnyű ágyakra, így most a felszabadult ágyaink közül 250 darab gyermekfektetőt felajánlottunk Túr Istvándi település és a környezőségbe tartozó települések számára, hogy a kisgyermekeket ott tudják elszállásolni, lefektetni, hogy tudjanak pihenni a kimerülten megérkező kisgyermekek. Nagyon megérintett bennünket is lelkileg mindez, hiszen nagyon nehéz helyzetben vannak. A kiságyak mellett ruhákat is gyűjtenek a településen. Az adomány szállítását is önkéntesek végzik. Egy kiskunhalasi és egy karcagi fuvarozó vállalta, hogy teljesen ingyen elszállítja az ágyakat a keleti határszélre. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!